Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. A mai videóban meg fogjuk nézni a kialakulóban levő Irán-izraeli háborút. Egyelőre csak szeretném összeszedni mindazokat a híreket, amiket meg lehet találni most jelen pillanatban az interneten. Végül pedig nyilván ki fogunk térni arra, hogy vajon mi is az, ami várható, hogyan befolyásolhatja ez a mi sorsunkat itt Magyarországon, a közeljövőben, vagy akár az egész világon. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Felex azt írja, hogy izraeli légicsapások sújtják Beirut városát, az október 2-a, azaz tegnap volt. Az izraeli hadsereg és a Hezbollah is arról számolt be, hogy szárazföldi összecsapás alakult ki köztük Libanon határán belül. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy 8 katonájuk meghalt a libanoni harcokban. Érdekes, hogy Izrael kitiltott a területéről Antonio Guterres, ENSZ főtitkárt. A magyar külügy arra kéri a Libanonban tartózkodó magyarokat, hogy soron kívül hagyják el az országot. Az euró 400 forint közelében van. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Irán fizetni fog, amiért kedden körülbelül 180 rakétát lőtt ki Izraelre. Többször rálőttek az izraeli nagykövetség épületére Stockholmban, robbanások történtek a koppenhágai izraeli nagykövetség környékén. A Hamas vállalta a felelősséget a keddi jaffai terrortámadásért. Itt a képen látható állítólag egy iráni rakéta, amely Izraelben esett le a sivatag közepén. Én nem tudom, hogy mi az igaz ezekből a hírekből, mi a valóság, mi az, ami egyáltalán organikus, hogyha mondjuk a különböző idézőjelbe vett terrortámadásokra gondolunk. Az bizonyára senkinek nem kell most már ismételgetnem, és nem fog újdonságként hatni, hogy a különböző titkosszolgálatok, államvédelmi szervek, azok egyrészt együtt dolgoznak, másrészt pedig egyszerűen elő tudják idézni ezeket az eseményeket úgynevezett pszichológiai hadviselés címén. Mint ahogy számtalanszor ez előfordult már a történelem során, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy az én meglátásom szerint az összes fő esemény, amely megmozgatta a világot, vagy elindította egy új pályán, az mind-mind ilyenfajta megrendezett esemény volt. Az iráni fegyveres erők rendelkeznek a szükséges elrettentő erővel arra az esetre, ha Izrael nukleáris létesítményeket támadna, állítja az iráni atomenergia szervezet vezetője a BBC szerint. Az iráni elnök szerint ők nem akarnak háborút, Izrael kényszeríti őket reakcióra. Irán nem keresi a háborút, de Izrael reakcióra kényszeríti Teheránt, mondta Massoud Ezekian. Szerinte Izrael célja az erőszak kiterjesztése a térségben, és azzal vádolja az országot, az Izraelt, hogy nem akar békét. Emellett arról beszélt, hogy Irán meg akarja akadályozni az erőszak elharapódzását. Érdekes egybeesés az is, hogy ez az úgynevezett zsidó új év kezdete Rosh Hashanah. Október 2-a ugyanis egybeesik az úgynevezett zsidó új évvel, Rosh Hashanah nevű ünneppel, amivel megindult tulajdonképpen az őszi ünnepsorozat a zsidó naptár szerint. Furcsa, hogy éppen erre az eseményre időzítették ezt a terrortámadást. Anélkül, hogy bármiféle bizonyítékom lenne erre, én azt gondolom, hogy ezeknek a titkos szolgálatoknak a keze benne van ebben. Most ha egyáltalán történnek ezek az események, ugye én abból indulok ki, hogy most már a könnyűnél is könnyebb megrendezni egy ilyen dolgot, nem kell hozzá valójában semmi, sőt, még a tégek is rendelkezésre állnak, amik ezzel foglalkoznak, hogy krízis színészeket szolgáltatnak a különböző rendezvényekhez, aki akar utána nézennek. Hogy ez épp az volt-e, azt nem tudom. De csak gondoljon bele mindenki, és tudom, hogy elmondtam már ezerszer, hogy szinte semmi információnk nincs, csak az, amit ők adnak nekünk. Ha azt mondják, hogy ez egy ilyen támadás volt, akkor azt hiszük el, ha olyan, akkor azt hiszük el. És mindenki készpénznek veszi azt, amit mondanak azok az emberek, akik tulajdonképpen abból élnek, hogy az igazságot elferdítik, eltorzítják, hogy hazudnak, és megtévesztenek mindenkit. Magyarul a politikusok nyilván, legalábbis egy jelentős részük. Természetesen van kivétel, de a nemzetközi téren azok az emberek, akik jelentős szerepet játszanak, akiket mindenki ismer, különösen ilyen fontos események, amik egybeesnek, amik az egész világ sorsát eldöntik. Nem gondolhatja senki, hogy
egy ilyen részrossz terrorszervezet, mint a Hamas akárhol elindít egy világháború. Ez csak naív, hogyha valaki azt képzeli, hogy azok, akik uralják és irányítják a világot, kiengedik a kezükből ezt a fajta kontrollt egy ilyen szervezetnek. Bármi, amit csak akarnak, az uralkodó elit, idézőjelben elit, az uralkodó osztály, akármit akarnak a világon, el tudják érni. Gyakorlatilag egy csettintés számukra, az összes információt meg tudják szerezni. Ne gondolja senki, hogy egy ilyen Hamas el tudna rejtőzni, hogyha ők meg akarnák találni őket valójában. Ők azok, akik létrehozzák, akik pénzelik ezeket a szervezeteket, akik utána menedzselik tovább, üzemeltetik, ellátják őket mindenféle eszközökkel, megtervezik ezeket az akciókat, és aztán ráfogják erre. Gyakorlatilag a balek szerepét tölti be a Hamas, vagy a különböző idézőjelbe vett terrorszervezetek, mint amikor van egy balhé, és azt elviszi valaki. Jelen esetben az, aki elviszi a balhét, a Hamas. Más esetben más, a két őrült merénylő, akit lelő a rendőrség, akkor akik összelövöldözik az egész iskolát, de őket is lelőjük, aki felrobbantja magát, érdekes módon mindegyik meghal. Ez mind azt a célt szolgálja, hogy az információt elzárják, hogy a szálakat elvarják, és aztán azt mondjanak, amit csak akarnak. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!